Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. A térség két településén, köztük Kecskeméten is lecsapott a terrorelhárítási központ. Korszerűsítik a Csabai Géza körúti vasúti átjárót és az ottani kerékpárutat. Több százan voltak kíváncsiak a kecskeméti pünkösdi rendezvényekre. A terrorelhárítási központ, valamint a rendőrség két akciójának is helyszíne volt az elmúlt napokban Kecskemét, illetve a régió. Az egyik esetben fegyvereket találtak a kommandósok, a másikban pedig egy rablóbandára csaptak le. Apára és fiára csapott le a TEK május 15-én egy Kecskemét közeli tanyán. Ifjabb B. András 51 éves, és idősebb B. András 76 éves lakos lőszereket és fegyvereket tartott birtokán. A lakóházban, illetve a garázsban és műhelyben 4 marok lőfegyvert, 2 engedély nélkül tartott Flobert lőfegyvert, 2 átalakított gázriasztó fegyvert, 3 szétszerelt golyós puskát, 3 hangtompítót, valamint több mint 1000 lőszert és a fegyverekhez tartozó tárakat találtak és foglaltak le a terrorelhárítási központ tagjai. A két férfit lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Apa és fia beismerte a bűncselekmények elkövetését, mindketten szabadlábon védekeznek. Ezeken a felvételeken is a terrorelhárítási központ műveleti egységének munkatársai láthatóak, de itt már 6 embert fogtak el, akik több telephelyre is betörtek, és nagy mennyiségű információink szerint alkalmanként több millió forintot loptak el. A közös akcióban a Bács-Kiskun és Pest-megyei rendőrfőkapitányság, valamint a kecskeméti, kiskörösi, dabasi, ceglédi és nagykátai rendőrkapitányság rendőrei vettek részt. Több mint 100 rendőr vonult ki május 16-án a hajnali órákban Tápiószecső és Tápióság területére, ahol elfogták a gyanúsítottakat. A csoport a gyanú szerint Bács-Kiskun és Pest-megye területén több telephelyre tört be, és a cégektől nagy mennyiségű készpénzt tulajdonított el. A rendőrök 8 helyszínen tartottak házkutatást, mely során egy lőfegyver is előkerült. 5 fővel szemben lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást a kecskeméti rendőrkapitányság. 2 főnek kezdeményezték előzetes letartóztatások indítványozását, amelyet az illetékes járásbíróság pénteken elrendelt. A nyomozás még tart, így a rendőrség későbbre ígért részletesebb tájékoztatást az ügyben. Lezárták ma a Csabai Géza körúti vasúti átjárót annak felújítása miatt. A munkálatok szombatig tartanak, ez idő alatt lassabb átjutásra számíthatnak az arra közlekedők. Érdeklődésünkre a MÁV-nál azt mondták, hogy a korszerűsítés eredményeként zökkenőmentesebb lesz az autósok számára az áthaladás. A kivitelezéssel párhuzamosan önkormányzati beruházás keretében mintegy 180 négyzetméternyi területen újulhat meg az ottani kerékpárút burkolata. Elkezdődött a Csabai Géza körúti vasúti átjáró felújítása. Ahogy arról pénteki híradónkban beszámoltunk, május 26-ig terelő útvonalon közlekednek a 22-es és az 5-ös jelű autóbuszok. Így nem érintik az egyetem és a kecskeméti fürdő megállóhelyeket. A Tatár-sor Csabai Géza körút kereszteződésénél ideiglenes megállót helyeztek ki a 22-es jelű buszoknak. A menetrendben nincs változás, de a kerülő miatt 3 perccel növekszik az érintett járatok menetideje a Kodály iskolától. Reggelben visszafordult a 22-es, amivel jöttem. Most hol találom az 5-ös megállót, fogalmam sincs. A kórház felől érkező autósokat már a Nyíri út Akadémia körút kereszteződésében tábla figyelmezteti a lezárásra. Talán ez az oka, hogy meglepett autóssal nem igazán találkozott stábunk a helyszínen. Annál nagyobb volt az autósok értetlensége reggel, amikor az Izsáki úton sorompóval találták szembe magukat. Információink szerint szerelvényt szállítottak éppen a Csabai Géza körúti átjáróhoz a munkálatok megkezdéséhez. Valamiért valamit. Fejlődésért. Fizetni kell, kicsit kellemetlen, de ezen is túl leszünk. Autóval a kórház felől a Tatár-sor felé lehet kizárólag tovább haladni. A kerékpárosok és a gyalogosok pedig kijelölt helyen kelhetnek át a síneken.
Megkerestük a MÁV csoport sajtóosztályát, hogy adjanak bővebb tájékoztatást a felújításról. Megtudtuk, hogy a vasúti átjáróban magas teherbírású speciális gumielemeket építenek, így a jövőben zökkenőmentesebben juthatnak át itt az autósok. Kiderült, hogy az átjáró környezetében önkormányzati beruházás is indul. A Városüzemeltetési Kft. Kerékpárút burkolat felújítást végez, mintegy 180 négyzetméteres területen. Megrongálták a főtéri tablókiállítást a hosszú hétvégén. Az országban egyedülálló kecskeméti tárlat ügyében már a rendőrség is nyomoz. Mint korábbi beszámolóinkban láthatták, a tavalyi sikerek után idén is nagy népszerűségnek örvend a végzősök rendhagyó bemutatása. A tablókiállítás egyik része a híres.hu oldalon történő szavazás, a másik pedig, hogy a főtéren bárki megtekintheti a ballagó diákok képeit. Volt olyan, aki nem érte be a nézegetéssel, valaki nekiesett két tablónak és megrongálta azokat. Nem tudni, hogy mi volt a célja, az érettségi vagy más miatti dühét próbálta levezetni, vagy egyszerűen csak útjába állt a tabló. Ez azonban hamarosan kiderülhet, ugyanis a Kecskeméti Médiacentrum rongálás miatt feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. Villámcsődületet tartottak Kecskemét főterén hétfőn délután. Negyedik alkalommal rendezték meg ugyanis a pünkösdi vigadalmat. A szervezők idén is a családoknak kedveztek a programokkal. Kecskemét legszebb helyén, a negyedik születésnapját ünneplő Boldogasszony Rózsakertben pedig szombaton délelőtt szentmisét tartottak. 2, 3, felkiáltás, buborékfújás, villámcsődület, móka és kacagás. Ezek jellemezték a pünkösdi vigadalmat Kecskeméten. Az eseményt megelőző flashmobon a családban élni jó mondatot kiáltották több százan, majd színes buborékokkal fújták tele a főteret. Ezután vette kezdetét a buli, amely igazán jó hangulatban telt, nevetésből nem volt hiány. A Vándor muzsikusok meséje egy interaktív zenés folklór színház, táncház, illetve a pünkösdi király és királyné megválasztása színesítette a délutánt. Mivel a középpontban a családok álltak, ezért a kísérő programok nekik szóltak. 2018 a családok éve, és úgy gondolom, hogy egy olyan civil szervezet, mint a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, fontos, hogy elsőként csatlakozott ehhez a családok éve programhoz, Kecskemét város pedig egy gyerek és családbarát város. Megkérdeztük néhány pünkösdölőt, hogy mit jelent számukra a család. Tömören annyit válaszoltak, hogy a család a minden. Így gondolkozott Engert Jakabné, az esemény főszervezője, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke is, amikor úgy döntött, hogy ezzel a programmal még inkább összehozza az embereket és a családokat. A Boldogasszony Rózsakert pedig negyedik születésnapja alkalmából szombat délelőtt szentmisét tartott Kecskemét legszebb helyén, ahol jelenleg mintegy 40 ezer rózsa virul. Az egykor ide tervezett templom helyére Hegedűs Ágoston álmodta meg a 2000 tőből álló rózsakertet, mely több funkcióval is bír. Bemutatókert, mely eredetének köszönhetően szakrális hely és pihenőhely a kikapcsolódásra és a lelki feltöltődésre vágyóknak. 35 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Kecskeméti Planetárium. Az intézmény születésnapja alkalmából lézersóval és előadással várta vendégeit szombat délután. Nem csak Kecskemétről, de a fővárosból is érkeztek vendégek, hogy együtt ünnepeljenek a Kecskeméti Planetárium születésnapján, mely 3,5 évtizeddel ezelőtt 1983. május 17-én nyitotta meg kapuit. Azóta nemzedékek nőttek fel, és az első látogatók ma már gyermekeikkel, unokáikkal hallgathatják Elkovács Zoltán és Szűcs László csillagászok előadásait, és gyönyörködhetnek a kupola belsejére vetített csillagos égboltban, no meg a fantasztikus lézersóban. A születésnapi eseményt Mák Kornél nyitotta meg. Az alpolgármester kiemelte, mennyi titkot rejt a csillagászat, mekkora munka ezeket megfejteni, és milyen fontos azon szakemberek szerepe, akik a végtelen univerzumban zajló folyamatokat közelebb hozzák az emberekhez. Ilyenek azok a csillagászok is, akik ebben a planetáriumban dolgoznak. Az ő lelkes munkájuknak köszönhető, hogy a Kecskeméti Planetáriumban a 35 év alatt számtalan diák és felnőtt tapasztalhatta meg a világegyetem, a csillagok, a bolygók szépségét. Mák Kornél díszoklevelet adott át a város nevében Elkovács Zoltánnak, a Kecskeméti Planetárium vezetőjének és helyettesének, Szűcs Lászlónak, akik látványos lézersóval és izgalmas előadással kedveskedtek a vendégeknek.
Szombaton tartották a matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány országos versenyének döntőjét a Kodály Zoltán általános iskola udvarán. Az újszerű, sok mozgással járó csapatversenyen 5-től 10. évfolyamosok vehettek részt 4 fős csapatokban. Folyamatosan szaladgálás volt a Kodály Zoltán általános iskola udvarán. Szombaton tartották a Mategye Alapítvány országos csapatversenyének döntőjét, a 6. Kecskekupát. A feladatok kecskékről szóltak, a megoldásokat QR kód segítségével telefonokon rögzítette a zsűri. A következő feladvány csak az előző megoldása után kapták meg a csapatok, ezért a verseny időtartama alatt folyamatos volt a rohangálás. Az idei évben 2500 versenyző indult a megmérettetésen 4 fős csapatokban, a selejtező fordulókat pedig 12 városban rendezték meg, Nagykanizsától Kisvárdáig. A Bányai Júlia Gimnázium Hamburge csapata a 8., a Katona József Gimnázium Repülecske csapata a 9. évfolyamon ért el első helyezést. 2 kecskeméti birkózó is aranyérmet szerzett szombaton a kecskeméti rendezésű országos bajnokságon. Az idei év fontos a magyar birkózás számára, mivel ebben az évben Budapesten rendezik a birkózó világbajnokságot. Szombaton rendezték a Mercedes-Benz gyár sportakadémián a felnőtt szabadfogású és női országos bajnokságot. A megnyitón Salasz László országgyűlési képviselő köszöntötte a sportolókat és elmondta, Kecskemét mindig is híres volt arról, hogy a különböző sportágakat teljes mellszélességgel támogatta. Ennek jó példája a Mercedes-Benz Sportakadémia épülete is, melyet a kosárlabdászok vettek birtokba, de nem feledkeztek meg más sportágak, különösen a küzdő sportok képviselőiről sem. Ezért lehetünk itt, az egykori úszóbedence küzdőterén, az aréna jellegű létesítményben, mondta a képviselő. A bajnokságon mintegy 150 birkózó mérkőzött meg egymással. Kecskemétet 6 sportoló, Farkas Rajmund, Molnár József, Bognár Erika, Szekér Simonetta, Gáspár Tünde és Szikszai Nikolett képviselte. A szabadfogású bajnokságban 57 kg-ban Farkas Rajmund, 61 kg-os súlycsoportban Molnár József lett aranyérmes. A csapatversenyben a nők és a férfiak között is a vasas győzött. A 2018-as év fontos a magyar birkózás számára, ugyanis októberben Budapesten rendezik a felnőtt VB-t mindhárom fogás nemben. Férfi kosarasaink és labdarúgó csapataink győztek a hétvégén. A női kézilabdások és a férfi futszálosok vereséget szenvedtek. Sportösszefoglalónk következik. A KTE Duna Aszfalt a férfi kosárlabda NB1 playoff második mérkőzésén a Messzi István sportcsarnokban fogadta az Aegis Körmen csapatát. Az első fordulóban a Körmen aratott sikert, pénteken azonban revansot vett a híros város, és 93-78-ra győzött a KTE. A harmadik mérkőzést ma 18 órakor játssza a két együttes Körmenden. A Kecskeméti LC szombaton a Megye 1-es bajnokság 26. fordulójában a Kalocsa vendége volt. Szabó Tibor csapat a szervezett ellenfelet győzött le 2-1-re, így továbbra is hibátlanok a lila-fehérek 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. A Skorgól Kecskeméti Futszál Klub hétfő este az Újpest ellen játszotta idegenben utolsó meccsét. A férfi futszál NB2 alsóház 10. fordulójában a Kecskemét 5-3-as vereséget szenvedett, és a 8. helyen zárta a bajnokságot. Most pedig nézzük a hétvége és a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Illegális fegyvertartók és rablók rendőrkézen. A térség 2 településén köztük Kecskeméten is lecsapott a terrorelhárítási központ. Szombatig tartanak a forgalomkorlátozások. Korszerűsítik a Csabai Géza körúti vasúti átjárót és az ottani kerékpárutat. Villámcsődület, vigalom, rózsakerti születésnap. Több százan voltak kíváncsiak Kecskeméten a pünkösdi rendezvényekre. Vandálok rongálták meg a főtéri tablókiállítást. Az országban egyedülálló kecskeméti tárlat ügyében már nyomoz a rendőrség.
A keddi hírórában a hír összefoglaló most véget ért, de néhány perc múlva folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban szó lesz a már Magyarországot is elért sertéspestisről, és összefoglaljuk a pünkösdi vigadalom eseményeit is. Stúdióbeszélgetéseink témája pedig a 35 éves planetárium lesz, de ide várunk két Kunszt József díjjal kitüntetett kecskeméti pedagógust is. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán is folytatódik a változékony idő. A napos időszakok mellett helyenként heves viharok ismét kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső és viharos szél kíséretében. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként ismét lehetnek heves viharok. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Pénteken a napos időszakok mellett már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A kissészeles időben 25-30 fokra számíthatunk.